Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 19-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei. Ezt mutatja itt ez a kártya. A 8-as szám az egy húzavonára utal, hogy egyszer így, egyszer úgy, ebből kell egy kiút, és ti mutatjátok az irányt, ő követ benneteket. Akkor is, ha ez időbe telik, ő azt fogja tenni, amit ti elvártok tőle. Mindegy, hogy milyen irányba. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. A 7-es szám a hold energiájával van összefüggésben, és az utal a vágyakra, a reményekre, az álmokra, és mi az álma, hogy találkozzon veletek, és itt legyen egy beszélgetés. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, ő jönni fog, és a kezében van ez az arany kehely, ami a víz elemét tükrözi, tehát utal az érzelmekre. Ő nyitott lesz az érzelmekről beszélni. A napi kártya a csokis kártyacsomagból azt jelenti, itt lesz egy meglepetés. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam minden jóslásnál 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!